Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet a rehabilitációs szakmának a nemzeti centruma. Az intézetben azok a legsúlyosabb sérültek fekszenek, és azokat kezeljük, akik egy gerincvelősérülés, agysérülés, stroke utáni súlyos beszédképtelenség, bénulás, dupla amputáció, gázolásos súlyos többszörös sérülések után szorulnak hosszú hónapokig tartó ellátásra annak érdekében, hogy a megváltozott képességeiket maximálisan kihasználva és pótolva ismét alkalmassá váljanak a családba, a társadalomba visszatérésre. Azok a fejlődési potenciálok, amik az informatikában és a digitális térben ma lehetőséget kínálnak robotikus sebészetre és egyéb beavatkozásokra, mesterséges intelligencia használatára, diagnosztikában, ezek nagyon markáns jelentkeznek a rehabilitációban. Ilyen komplex mesterséges intelligencia működtetett eszközök csak az utóbbi 5-10 évben terjedtek el világszerte. Tanulmányúrakon vettünk részt Prágában és Ráczban. Magyarországon itt 2 éve hozhattuk létre egy uniós projektből. Úgy döntöttünk, hogy egy humánkineziológiai laboratóriumot hozunk létre, aminek terápiás, de diagnosztikus része is van. A terápiás eszközök is csak részben robotosak, vannak köztük olyanok is, amik interaktív, komputerizált működésűek, tehát a beteg aktív közreműködését igénylik, és segítik a különböző funkciók újratanulását. 2021. novemberében autóbuszvezető vagyok, elmentem dolgozni hajnal 3-kor, és a délelőtt folyamán elnehezedett a lábam, nehezebben léptem fel a járművemre, később a kezem 11 óra körül, 1 órakor végeztem, utána alig bírtam hazamenni, ez volt a betegség kezdete, nem volt előzmény. Ez egy Guillain-Barré szindróma nevű autoimmun betegség, összes végtag lebénulásával járt, csak a fejem mozgott. Mikor már kerekesszékkel tudtam közlekedni, akkor kaptam ezt a lehetőséget, hogy próbáljunk egy vagy két robot eszközt, ami felállít és lépésre kényszerít. A gép az egy dolog, hogy ő léptet, de nekem is hozzá kell tenni az akaratomat, a mozdulatomat, hogy segítsem azt, hogy járjunk együtt. Nem hittem, hogy én még egyáltalán lépkedni fogok. A hitben, a gondolkodásmódban, erőben segített. Még azt meg akarom oldani, még azt meg akarom csinálni, és hajtja az embert ez a dolog. És ha előző a nap nem sikerült a következőre, már látom, hogy jön az a jel, oda kell taposni, oda kell lépni, meg kell tudjak állni, testsúlyt át kell helyezni. Nagyon-nagyon jó, hatásos, szépen fejlődök, most már egy egyenes vonalon is el tudok menni. Ez a gépnek köszönhető, hogy ennyit segít, borzasztó sokat. A laborban úgy vannak felosztva az időpontok, hogy a betegek fél óránként érkeznek, fél órás a terápiájuk, párhuzamosan 3-4 beteg is szokott lenni. Célorientált, specifikus feladatokat tudunk nekik adni. A monitorok és a szoftver segítségével pedig nagyon motiváló és jó visszajelző rendszerekkel tudunk dolgozni. Ez a terápiás tevékenység, ez egy rezsimnek a része, tehát nem egy önmagában álló érték, hanem az összes eddig létező terápiát egészíti most ki. Mi úgy látjuk, hogy a komplex rehabilitáció nagyon jó eredményei vannak. Például van a finommotorikát fejlesztő eszközünk, ott a kéz funkciókat fejlesztjük. Az a tapasztalatunk, hogy az izomerejük és a mozgástartománya az ujjaiknak nőni szokott. Itt alapvetően két cél van. Az egyik az, hogy egy bizonyos funkcionális állapotot rövidebb idő alatt érjen el a beteg, a másik pedig az, hogy a rehabilitációs program végkimenetele jobb legyen, mintha ebben a terápiában nem részesült volna. Március közepén volt egy autóbalesetem, aminek a során eltört egy csigolyám, amiatt volt egy gerincműtétem, és eltört a bal felkarcsontom. 4 hét rögzítés után kell most visszahozni a mozgásokat. Azért gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy ezt is hozzáadják a többi gyógytorna feladat mellé, mert ez egy kicsit más szint visz a mindennapokba. Játékos kikapcsolódás igazából, amiközben oda sem figyel annyira az ember arra, hogy mennyit kell mozogni és mennyit dolgozik az adott testrésze. Ennek a segítségével azért így könnyű motiváltnak maradni és fejlődni. Nagyon sok mindenre használhatók ezek az eszközök. Azok, akik súlyos négyvétta bénulással érkeznek, föl se tudnak kelni az ágyból. Az egyik roboteszköz arra alkalmas, hogy ráfektetjük a beteget, a készülék
Közben folyamatosan mozgatja és ingerli a beteg alsó végtagi izmait, amik egyébként bénultak, és ezzel olyan mértékben stimulálja a keringést, hogy a beteg 2-3 hét után felállítható és kivehető az ágyból. Tehát ilyen esetben sokkal korábban kezdhetjük a kerekesszékes vagy mozgással összefüggő tréninget. Amikor a betegeink már stabil állapotúak, ennek első fázisa egy robotikus járás, egy csípő és térdüzületet mozgató elektromotor rendszerbe kötjük be a beteget, amelyik segít neki biztonságosan megállni. Egy monitoron játszik a beteg, miközben gyalogol vele a robot, ő megtanulja megint kezelni a törzsét, az egyensúlypontokat beállítani, és megtanulja az alsó végtag egy jobban erősödő izmait is koordinálni. A következő lépés egy felfüggesztett, termentesített, biztonságos állapotban futószalagon történő járás. Projektorok vetítik a beteg elé azokat a képeket, szimbólumokat, amit át kell lépkednie, és ott tanulja meg koordinálni az alsó végtag mozgásait. És van egy másik véglet, például, amikor a betegek nem lesznek képesek járásra, mert bénultak maradnak az alsó végtag izmaik. Van most az intézetben két exoskeleton, olyan robot, amelyik passzívan mozgatja az alsó végtagokat bele, ül ebben a nadrágba a beteg, elektromotorok a csípő és a tér magasságában a beteg végtag hosszához, izomerejéhez, súlyához folyamatosan illeszkedve teszik őt járóképessé. Nagyon drága a készülék, de azt mondjuk, hogy egy ilyen ember munkaképes, adófizető, kereső és boldog állampolgár lesz, annak olyan hasznai vannak, amik közvetlenül és közvetve jócskán meghaladják, mi azt számítjuk, hogy Magyarországon is az eszköz értékét. Most már ott tartunk, hogy olyan tömegű jelentkezés is van ezeknek a lehetőségeknek a kipróbálására, ami egy kicsit azt jelezi, hogy az igények felső határánál vagyunk, és ez is indokoltá teszi, hogy ez a tevékenység terjedjen Magyarországon.